Hogyne tudnék, és egyébként jó is, hogy felteszed ezt a kérdést, mert valóban az udelfátiról kevés szó esik. Azt ugye érdemes tudni, hogy az egyik legdrágább illatunk, na de vajon miért is? Egyrészt azért, mert eredeti udat tartalmaz, ami a világ egyik legdrágább, sőt, nem is az egyik legdrágább, szerintem a legdrágább parfüm alapanyag a világon. Nagyon ritka, tényleg irreálisan magas az ára, és egyébként az agárfának a gyantájából nyerik ki, ez a gyanta pedig akkor keletkezik, amikor az agárfa egy bizonyos gombával megfertőződik. Érdemes tudni, hogy egy 50 ml-s parfümbe kb. Elég egy, nem is azt mondom, hogy egy cseppnyi, egy leheletnyi cseppnyi úd, ugyanis annyira erős és szúrós szaga vagy illata van egyébként, sokaknak ugye nem is nagyon tudja befogadni az orra, viszont akik szeretik az arab világon elterjedt illatokat, azok kifejezetten keresik az ilyen údos parfümöket, ugyanis az ottani parfümöknek az alapja kb. Mindez az úd. Ugye nálunk az Oud El Fatih-ban található meg, a Royal Oud-ban, az Abu Dhabi-ban is van, most hirtelen nem is tudok többet mondani talán ezekben. Amit még érdemes tudni az Oud El Fatih-ról, hogy egy iszonyú erős, nagyon domináns, nagyon figyelemfelkeltő illat, talán ez az egyik olyan illatunk, amiből tényleg egy fújásnyi elég, a másik ilyen az a Valhalla lesz, ami ugye még nem jelent meg. Az Oud mellett az ámbra, illetve a bőrös jegyek, amik dominálnak, és ezt egy picit így lágítja a benne lévő rózsa, illetve a jászmin, úgyhogy ezért is egyébként egy unisex illat, mert hogy van egy-két hölgyvásárlónk, aki hordja és kifejezetten imádja, nyilván talán inkább egy picit a férfi vonalra hajaz, de tényleg hölgyek, férfiak egyaránt hordhatják, akik szeretik az ilyen nagyon markáns, nagyon erős arab illatvilágú parfümöket.